Következzék tehát a mérkőzés. A selejtező során eddig két győzelmet aratott Csőmontázs ellenfele, a kétszeres BL győztes Castellón. Kristóf Péter azt mondta korábban nekem a hét folyamán, hogy csodát fogok látni, tehát nem akármilyen csemege következik, szurkoljunk a magyaroknak is. Köszöntöm a kedves nézőket most már élőben. Ha emlékeim nem csalnak, 14 év után tér vissza a futsal élőben a Magyar Televízió képernyőjére. Az első világbajnokságról volt közvetítés, ha én jól emlékszem, 89-ben Hollandiából. Mindjárt láthatjuk a két csapat összeállítását. Itt egyelőre a két játékvezető, az orosz Averjanov és a cseh Lóbó beszélte meg a teendőket. Tehát a csőmontásban Márkus Véd 1-essel, 2-es Tóth Szabolcs, 4-es Mezőfalvi, 6-os Somogyi, 7-es Csák, 8-as Szalai, 9-es Nagy, 10-es Tóth Miklós, 11-es Madarász, 12-es a tartalékkapus Revelan, 13-as Jábor és 14-es Baranyai. A Playas de Castellónnál Rafa Véd 1-essel, 2-es Nando Grana, 3-as Iszkó, 4-es Diego, 5-ös Euler, 6-os Dávid, 7-es Javi Rodriguez, 8-assal Fali, 9-es José Már, 10-es Edézió, 12-es Jorge és 13-as Tony. Itt pedig a vezetőbíró, az orosz Averjanov. Tehát mindjárt kezdődik a mérkőzés nyilván, hiszen a csapatok már ott állnak. A pályán fehérben a csőmontás kezdi a játékot, tehát abban a reményben, hogy legalább meg tudja szorítani a kétszeres bajnokok ligája győztes Playas de Castellón. Már ehhez is kiváló teljesítményre lenne szükség. Josémá lövését blokkoltuk, szöglet tehát a spanyoloknak. Javi Rodriguez tette vissza a labdát, Jábor, indulhatunk előre. Jábor István az egyetlen, aki több mint 100-szor volt magyar válogatott eddig. Mellette Szalai Gábor van még bent a pályán, természetesen Márkus Véd, Tóth Szabolcs és Nagy Zsolt. Ez a kezdő ötös, szabadrugást kaptunk közben. Ez az első szabálytalansága a Castellónak. Mint a bevezetőből már kiderült, számolják a csapathibákat, úgyhogy ennek is lehet jelentősége. Tóth Szabolcs húzná meg, Hosszéma. Oldalrúgással folytatódhat a játék. Azért nyugodtan hívják berúgásnak otthon ezt a rúgásformát, akkor sem történik semmi. Legfeljebb valami más is eszünkbe jut. Jábor lövését védte Rafa. És Márkus is remekül együtt él a játékkal. Nagyszerűen védett az eddigi két mérkőzésen Márkus Ákos. Ő a csapat egyik alapítója egyébként. 1993-ban alapították az együttest, akkor még Budapest FC néven a csőmontás. 1998-ban, tehát 5 évvel később szállt be, elmúlt a veszély, Jábor szerelt. Fali eddig a legtöbb gólt lőtte a spanyol csapatból. 8-assal láttuk az imént. Josémá eladja a labdát, Nagy Zsolt indul. Nem volt szabálytalanság. A spanyolok hozhatják játékba a labdát. Euler egy új játékos a csapatban. Brazil fiatalember. Óriási lövései vannak. A ciprusi Ákú és az izraeli Berseva ellen is egy-egy nagy dugót lőtt Euler. És ha már mondtam, Fálit, ő ötször volt eddig eredményes a két meccsen. Jábor. Euler fülelte le a paszt. Euler. Minden szögből lő. Ez most szerencsére rossz próbálkozás volt. Ez viszont sajnos jó. De csak a szerelés. A lövés már nem. A döntetlen ugye a spanyoloknak jó, ugyanis mindkét csapat megnyerte az első két mérkőzését, de a Playas Castellón volt különbsége jó, hiszen a ciprusi Ágbú 11-0-ra, a Berseván 7-3-ra verte a Castellón. A csőmontás az izraelieket 2-0-ra, a ciprusiakat 9-0-ra verte, tehát a csőmontás még nem kapott gólt, de mondom, a gól különbsége így is rosszabb, mint a Castelloné. Jábor. Tóth Szabolcs.
Jolt, nem tudja visszatenni a labdát, aztán szabálytalankodik. Kár volt érte. Hosszéma. Jáborra vezeti rá a labdát. Hosszéma. Márkus párgázta ki a lövést. Tóth Szabos nem tudta, mit kezdjen a labdával. Na nézzük, kellemetlen volt. De a lényeg az, hogy nem lett belőle nagy baj. Nem nagy öröm egyébként a csőmontásnak, hogy a Castellónnal akadt össze. Majd elmondom miért. Javi Rodriguez lőtt fölé. Javi Rodriguez, a csapatkapitány, a Castellón legeredményesebb játékosa. Volt világ és Európa bajnok, kétszeres bajnokok ligája győztes. Amit ő nem nyert meg, azt nem érdemes megnyerni futszálban. A VB és az EB ezüstökről nem is szólva. Ez egészíti ki a gyűjteményét, meg persze a spanyol bajnoki címet. Kétszer volt spanyol bajnok a Castellón. De érdekes módon az előző két szezonban, amikor bajnokok ligáját nyert a Castellón, akkor a spanyol bajnokságot nem tudta megnyerni. Somogyi közben pályára lépett, és Csák is. Cserélünk. Folyamatosan lehet bármikor cserélni. Gyakorlatilag mi most ezt megtettük. Lecseréltük az egész sorunkat. Baranyai Pál, Tóth Miklós, Somogyi, Gábor és Csák Zoltán jöttek be a pályára. A spanyolok egyelőre nem változtatnak. Szóval azért nem öröm a Castellónnal összeakadni, mert ugye a két csapat az elmúlt két évben, pontosabban 2002-ben és 2003-ban kétszer találkozott. 2002. februárjában a Bajnokok Ligája 8-as döntőjében a csoportmérkőzések során 7-1-re nyert a Castellón, aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját. Idén tavasszal már a csoportban játszott egymással a két csapat, akkor is a Castellón nyert. Euler mellé bombázott, de valaki beleért, szöglet. 7-2 volt egyébként a tavaszi mérkőzés Castellónban, tehát idegenben játszott akkor a csőmontázs a Castellón ellen. Szóval jó lenne már egyszer elkerülni őket, mert ez a világ egyik legjobb csapata, ehhez kétség sem fér. Euler, Hosszéma, Somogyi mellett, Pali. Euler, ezt nagyon szeretik játszani a spanyolok. Oda-vissza jönnek, mennek, aztán egyszer csak valaki eldurrantja messziről. Gyűlnek a szabálytalanságaink. Ez már a harmadik. Javi Rodriguez, Euler visszateszi. Mihez kezd vele Javi Rodriguez? Azt hiszem, most kegyesek voltak a játékvezetők hozzánk, nem ítéltek semmit. Csák! Minden meccsen gólt lőtt eddig, tehát mind a két mérkőzésünkön egyet-egyet. Somogyi vitte ki a labdát. Euler. Jól indul Euler helyzetben, Euler! Márkust fejbe rúgja, de inkább azt mondom, hogy Márkus bravúrral védett. Tóth Miklós, kitűnő labda, Somogyi. Nem tökéletes az átvétel, Baranyai. Baranyai. Iszkó lépett bele a lövésébe. Persze minden spanyol játékosnak, és a nem spanyoloknak is van ám rendes nevük is. Ugyanúgy, ahogyan a nagypályán a spanyolok a becenevükről játszanak. Az imént említett Iszkó például, Francisco Javier Torres Clavijo, ha valakit érdekel. Hát egyszerűbb az Iszkó, itt pedig Euler helyzetét láttuk. Baranyai. Tóth Miklós. Csák. Tóth Szabolcs, sokszoros válogatott miként. Többen mások is, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy a csapat döntő többsége is. Javi Rodriguez. Euler. Tóth Szabolcs remekül vette észre, hogy hova jön a labda.
Megpróbálta Tóth Szabolcs, ez most nem jött be. Két gólt lőtt Tóth Szabolcs a második mérkőzésén a csőmontázsnak, a ciprusi Ágú ellen. 2001 óta a csőmontázs játékosa. Márkus kijön, üres van kapu. Fali, Nando Grana, bemegy. Sajnos vezet a Castellón. Egy brazil származású olasz Európa bajnok góljával, Nando Grana. Idén volt Európa bajnok az olasz válogatottal. Volt némi szerencséje, hiszen megpattant a lövés. Előnyben tehát a Castellón. Madarász, őt nem láttuk még eddig. Szalai. Jávor. Visszakapja Jávor. Rafa. A Valencia Vihúza együttesétől érkezett Rafa. Az edző hozta magával. Miként Falit is, és még néhány játékost. Kicserélődött a csapat, sok nagy név elment, futszálban nagy névnek számító játékos. Fiatal, újak jöttek a helyükre, de ők is kitűnőek. Nando Grana, Tóth Szabolcs. Madarászban akadt el. Iszkó megugorhatott volna. Hosszima. Ilyet is itt kell látni, technikai hiba. Jávor. Madarász, Jávor. Szép összjáték eddig. Jávor István. Szalai. Tóth Szabolcs lő. Belelépnek. Jó lenne, ha ez a sor oktatna. A civil életben ez nem áll távol tőlük. Jávor és Szalai is tanárok. Jávor Istvánra egyébként is emlékezhetnek a futballrajongók. Ő NB1-ben is játszott a BVFC együttesében rövid ideig. Szalai. Szalai szép csel. Azért mondtam, hogy ő is oktathatna, mert osztályfőnök, hetedikeseket tanít a 9. kerületi általános iskolában. Ebből is kiderült talán, hogy a mieink amatőrök, a spanyolok viszont profik. Kozma Mihállyal, a magyar válogatott szövetségi kapitányával együtt nézzük a meccset. Igaz az az információ, hogy 15-20 ezer eurót keresnek fejenként? De most nézzük Iszkót, aki meglódul, és szerencsére mellé lövi a helyzetet. Igen, nagyon jó keresnek a spanyol játékosok, milliómosok szövetségek. Szerencsére Iszkó megoldásán ez most nem látszott. Szalai. Jávor. Visszakapja Szalaitól. Emel! Jávor. Rafa résen volt. És kitűnő a kidobása. Hosszima. Márkusra sem lehet panasz. Egyébként ez volt az első gól. Nando Grana gólja, amit kapott eddig. Itt a selejtező csoportban. Jávor szerelte Eulert. Hogy tetszik eddig a csőmontás, Kozma Mihály? Azt hiszem, hogy a kezdeti megilletődöttség után magára talál lassan, most már a bekapott gól után a csőmontás. Jóval bátrabb játékot kéne játszani, a labda nélküli játékosoknak sokkal többet kéne elmozogni, mert alig tudjuk felvinni a labdát tulajdonképpen. Ezzel mindenképpen javítani kell. Reméljük sikerül. Baranyai. Játékvezetői labdával folytatódhat a játék. Gondoltam én, mert hogy érintette a labda a plafont, de ezek szerint nem egészen így történt. Euler lőtt mellé. Tóth Miklós.
Ő volt az előző bajnokság gól királya, Tóth Miklós. Nagy Zsolt, Euler csúszott be. Már nem tilos a becsúszás, volt egy időszak, amikor nem lehetett becsúszva szerelni, ez persze más dolog volt, de azért érdemes talán elmondani, lehet becsúszva szerelni, most már csak az a lényeg, hogy szabályos legyen a szerelés. Euler Nando Gránához passzolt. Isco. Javi Rodriguez. Somogyi szerelte Nando Gránát. Oldalrugás. Isco. Jó volt Tóth Miklós szerelése. Bizony nagy baj lehetett volna ebből, ha eljut a labda Javi Rodriguezhez. És ha valaki esetleg hiányolná azt a látványos játékot, amelyet Faragó Richárd ígért, méghozzá az én sugallatomra, most azért nem játszik jobban a Castello, mert eddig a csőmontázs remekül tartja magát. Az első két mérkőzésen szórták a gólokat a spanyolok. Csak az izraeliek elleni második félidőben fékeztek le, akkor csak egy gólt lőttek, de akkor már tudták, hogy jobb a gólkülönbségük a csőmontázsnál. Ez szép lehet még, Baranyai, Nagy Zsolt, Baranyai, igen. Nagyon fölé rúgta, de nem tudott más csinálni. Megpróbálta izomból megküldeni. Ideje már nem nagyon volt másra. Benne volt ebben az is, hogy jól találja el. Tóth Miklós szerel, Baranyai középen, Tóth Miklós sajnos. Javi Rodriguez lefülelte a paszt. Jöhet a csőmontázs. Továbbra is. Somogyi. Nem így akarta, de jó lett. Rafa védte a lövést. Igen, többet kell próbálkozni, mert Rafa ugye a jó kapus, de nem sebezhetetlen. Az izraeliek csak távolról lőttek neki gólt például. De akkor hármat, igaz, az egyik lövés megpattant egy játékoson. Baranyai. Szalai nem kapott igazán jó labdát, és nem is marad nálunk. Ezt mutatja a cseh játékvezető. Hosszéma. Javi Rodriguez. Hosszéma megint. Ilyenkor nagyon veszélyesek a spanyolok, ha az ellenfél kapuja közelében fel tudnak állni. A legkisebb részt megtalálják általában, de nem most. Rafa Mondi nevezett, de nem szándékosan. Jól védekezik a csőmontás. Még egy kicsit kijebb tudná tolni, akkor kevésbé lenne veszélyes számított. Nando Grana. Isco. Nando Grana. Fölé durrantott. Gábor, a Zsolttal játszana össze, Fali. Nem nagyon szoktak ilyen kétségbe esett megoldást választani. Az első félidő felén túl vagyunk. Rafa sajnos kis párgázta a labdán Nagy Zsolt elől, pedig jó elgondolás volt. Nando Grana. Isco. Jól van Márkus. Ő a csapat menedzsere, mindenese, mint mondtam, alapítója. És a teljesítményével igyekszik felettetni azt, hogy elment. De közben nézzük Tóth Szabolcsot, Tóth Szabolcs helyzetben! Gyönyörűen csinálta!
felért vissza az utolsó pillanatban. Itt volt a letámadás, amit Kozma Mihály, hát talán durva azt mondom számunkért, de kért a játékosoktól, innen föntről. Igen, jó lenne, hogyha ki tudnánk tolni, és abból labdát tudnánk szerezni, a védekezésüket kiért tudnánk tolni. Naócki Attila a csőmontás edzője a képen egy pillanatra. Nagypályás NB1-es játékos volt, játszott a Vasasban, a Stadlerben, Sopronban, aztán persze kispályán is, és 2003, tehát az idei év januárja óta a csőmontás edzője, éppen Kozma Mihályt váltotta a kispadon. Iszkó. Hosszéma. Jávor volt résem. Javi Rodriguez. Fali. Javi Rodriguez. Jó szerelés. Tóth Miklós indul. Remekül cse lesz Tóth Miklós. Rapa sajnos megint nagyon jól jött ki a kapujából. Pici szerencse azért jól jönne egyes szituációkban. Például most, mert Hosszéma veszedelmesen megindult. Javi Rodriguez. Javi Rodriguez még. Euler fölé durrantotta. Meg volt az a pici szerencse. Mert ez bizony zicser volt. Itt Miki. Becsületes nevén Eduardo Garcia Belda. A Castellón edzője volt látható. Gyönyörűen fektette el Tóth Szabolcsot, szó ami szó, Javi Rodriguez. És hogy befejezzem a gondolatot Márkusról, szóval igyekszik felettetni azt, hogy az első számú kapus Tóth Iván a Lombard Haladás együtteséhez szerződött, tehát nagy pályára. Persze többen is játszanak nagy pályán, de amatőr csapatban a Haladás ugye profi, ezért nem játszhat már Tóth Iván itt a teremben. Hosszéma! Nando Grána mögé adta. Köszönjük, jól jött. Euler állította meg Baranyait. Szabolcs hozhatja megint játékba a labdát, Tóth Miklós. Élményszámba menő gólokat lőtt a ciprusiaknak, hármat is az előző meccsen. Baranyai szerel, Tóth Szabolcs talán lehet népszám fölén kialakítani. Tóth Szabolcs! Jól csinálta. És cserélünk ismét, a két gólt jött le, sőt, az sem most már mindenki. Euler. Madarát szúrt oda póklábaival. Egészen pontosan csak a ballal. Látják a kedves nézők, hogy tulajdonképpen szinte csak lapos passzokkal teszik-veszik-e egymásnak a játékosok a labdát, ennek több oka van. Hát egyrészt észszerű is a dolog, másrészt a labda szivaccsal van kibélelve, és nem pattan úgy, mint mondjuk a nagy pályás labda. Gyűlnek a szabálytalanságok. Eddig négyet gyűjtött a csőmontázs. Jóval gyorsabb a játék, mint a hazai bajnokságban, és így természetszerűleg könnyebben becsúsznak ezek a szabálytalanságok. Már el kell mondjam, hogy nagyon sok a teljesen felesleges használat. Szalai nem tudta megmenteni a labdát. Itt a harmadik játékvezető, és ha már ők mutattuk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az időmérő Török Károly
jó nevű magyar futsalbíró, aki az Európa-bajnoki döntőt, illetőleg az idei bajnokok ligája döntő egyik mérkőzését is vezette. Edézió egyetlen másodpercet nem töltött el eddig a pályán az első két mérkőzésen. Brazil játékos. Most igazolt vissza a Castellónba, de korábban is volt ő már a Castelló játékosa, volt spanyol gólkirály, spanyol bajnok több csapattal! Madarász! Ő viszont magyar bajnok volt háromszor, és kupagyőztes is háromszor az előző három évben, most pedig gólt lő, és egyenlít. Gyönyörű megoldás! Erre a gólra érdemes volt várni, Madarász nem lőtt még gólt. Az első két mérkőzésen eredménytelen maradt tőle szokatlan módon, most viszont egyenlített. Ugyanúgy, ahogyan 2002. februárjában Lisszabonban a Bajnokok Ligája döntőn, akkor is az ő góljával állt egy-egyre a meccs. Más kérdés, hogy utána 7-1-re kikaptunk. Javi Rodriguez, eddig remek, amit a csőmontást csinál. Isco. Javi Rodriguez, Jávor húzza el a labdát, és Szalai is jön, ahogy kell. Madarász, kitűnő, nem volt kint, Somogyi. Kezd látványosan játszani a csőmontázs. Nagy Zsolt, Szalai. Tóth Szabolcs, Jábor, Tóth Szabolcs, Euler. Fantasztikusan jól játszik most ezekben a percekben a csőmontáz, remélem, hogy kitart az erő a második félidőben is. Nagy Zsolt fordul rá, nem baj. Nagy Zsolt Ausztriában játszik nagy pályán, itt pedig a gól még egyszer. Óriási paszt adott Somogyi. És hát Madarász megoldása méltó bármelyik nagyjátékos megoldásához. Akár a spanyolok vagy a brazilok is csinálhattak volna ilyet, és akkor is megdörzsöltük volna a szemünket, és összecsaptuk volna a tenyerünket. Edézió. Sérüléssel bajlódott, látszik is egy kötés a lábán, ezért nem játszott az első két meccsen. Hosszéme. Edézió. Euler. Edézió. Fali, Nagy Zsoltnak talán a kezére pattant a labda, de nem volt szándékos kezelés, ez biztos. Úgyhogy azt hiszem igazuk volt a játékvezetőknek, hogy nem állították meg a játékot, Rafael ütötte Szalait. Ezért én azt gondolom, szándékos szabálytalanságért ki lehet állítani, ráadásul gólhelyzetben akadályozta meg Szalait, Rafa. Mit mond erről Kozma Mihály? Hát volt benne egy kis jászaidi is. Nagyon sportszerű. Akkor csak engem vitt el a szívem. Madarász! Jó lövés volt, Rafa. Kitolta. Amint látják, a kapusról van szöglet ellentétben mondjuk a kézilabdával. Tóth Szabolcs megy. Hány variációja van a csőmontásnak? Azért kérdezem ezt, mert hiszen évekig volt a csőmontás edzője. Négy szöglet variációval rendelkezik. Általában mindig ugyanúgy állunk fel hozzá, és mindig más következik belőle, attól függően, hogy áll fel az ellenfél. De nem ez van betervezve, mint ami most történt. Időkérés, és a Castellón kért időt.
Merte ezt remélni? Kozma Mihály, hogy így játszik majd a csőmontás? Ilyen remekül tartja magát? Én nagyon bízom a csapatban. Nem, hogy mertem remélni, hanem gondoltam, hogy ha bátran játszunk, akkor meglepetést tudunk okozni. Most valószínűleg le fog támadni bennünket a kastélyon, és meleg perceket fogunk átélni, de ha ezt jól megoldják a srácok, akkor utána pihenhetnek szünetben. Anélkül, hogy károgni akarnék, a kedves nézőknek mondom, ha esetleg ezek után a vége mégis sima lenne, ne legyenek csalódottak, mert a Castellón, mint említettem, profi csapat, profi játékosokkal, a mieink pedig amatőrök. De, mint ahogyan az most is látszik, egyáltalán nem amatőr szinten űzik a futszált. És a Castellóra jellemző, hogy jobban bírja a végét. Tóth Szabolcs szerez labdát. Persze nehogy így legyen, ahogy mondom. Nem kívánom ezt. Ez a négyes, aki most a pályán van a csőmontáról, mindenki válogatott jelenleg. Edizio! Óriási gólt lőtt sajnos. Akármilyen szép volt, ezt kihagytam volna. Egy pillanatra én abban bíztam, hogy mellé ment a lövés, és hátul érte csak a hálót, de nem így volt. Edizio beragasztotta. Előny tehát ismét a Castellónnál. Lehet, hogy eldugták Edíziót eddig előlünk? Igen. Tóth Miklós feszítette el a labdát. Most vigyázni! Ott van még Nando Grana. Szöglet lesz. Az első félidő utolsó negyedében vagyunk, de mondhatnám úgy is, hogy 3 perc 49 másodperc van hátra, talán így közérthetőbb az első 20 percből. Ez rossz kidobás volt. Javi Rodriguezt láttuk egy pillanatra, hogy az edzővel megbeszélték. Megvitatták az eddigieket. Ajándékszöglet ez most, de az is igaz, hogy ha a cipője orrával nem éri el a labdát Nagy Zsolt, akkor lehet, hogy nagyobb gond lett volna a dologból. Fali! Elszállt a lába, ez jól jött. Mert Fali az ilyen pontrugások után gyakran ott maradt középen. De eddig olyankor mindig gólt lőtt. Tóth Miklós, most kéne valami olyan varázslat, mint tegnap. Egészen pazar dolgokat csinált. Tóth Szabolcs, megpattam. Na nézzük valamelyik szöglet variációt. Mondjuk tökéletesen végrehajtva. Még nem. Jönnek a friss emberek. Zsák Zoltán a pályán elől. Eulerről pattan haza a labda. Hazaadásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nagypályás fociban. Némi kivétellel. Kapkodóvá vált a játékunk. Miklós! Ígéretes volt, de Ráfá jól áll a lábán. Nyilván látják a nézők, hogy a játékosok milyen sokat terelgetik talpal a labdát. Ez abszolút a futszál sajátossága. Csák. Nando Grana megmentette. Baranyai szerelt Euler elől. Nando Grana. Marad a labda a spanyoloknál.
Tóth Miklós szerez labdát, Tóth Miklós. Ajaj, Iszkó megcsinálta azt, amit Tóth Miklósnak nem sikerült tökéletesen, kötényt adott, Euler. Baranyainak adta a kötényt Iszkó, ha jól figyeltem. Nem könnyű egyébként mindent észrevenni, nagyon gyors a játék. Nem tudom, hogy ez a televízió képernyőjén mennyire jön át. Itt a helyszínen azért ezt lehet érzékelni. Szalai. Baranyai. Somogyi. Szalai. Baranyai, jól fordul. De ott van Ráfá, Csák. Ez jó, Csák! Remek lövés volt, Euler megpattan. Így lett szöglet. Itt látszott. Sőt, a kapufát is érintette a labda. A góron kívül is vannak lehetőségei a csőmontázsnak. Somogyi kapta Szalaitól. Az ilyenekre nagyon vigyázni kell, hátul nem szabad eladni a labdát. Márkus kétségbe esetten rúgta el, nehogy még nagyobb legyen a baj. Javi Rodriguez Guatemalában volt világbajnok 2000-ben, amikor a spanyolok megtörték a brazil egyeduralmat. A brazilok nyerték az első három világbajnokságot, aztán a spanyolok a negyediket. Éppen a brazilokat győzték le a döntőben. Ez a csőmontázs ötödik hibája, ötödik szabálytalansága, ha még egyet elkövetnek a fiúk, akkor 10 méteres közvetlen szabadrúgás, vagy én inkább úgy mondom kisbüntető következhet. Ezt jó lenne azért elkerülni. Hány ilyen pörgős meccset játszik a csőmontázs egy évben? Sajnos csak 2-3, ezért ez látszik is a játékon. De hát az az igazság, hogy egy nagy pályás hasonlattal élve olyan, mintha a magyar bajnok most a Real Madrid-dal játszana. Olyan kalappal eddig a csőmontázs előtt. Javi Rodriguez, Euler, Fali. Ő szabálytalankodott. Láttuk, hogy a spanyoloknak csak 2 szabálytalanságuk van. Ők már biztos nem nyűjtik össze, szinte biztos a 6-ot. Javi Rodriguez, Euler, Márkus, Somogyi, Baranyai, Csák, nem tudott ráfordulni. Az utolsó percen belül vagyunk már, látják a képernyőn. Fali, Márkus. Ezeket a kifutásokat nagyon jól csinálja. Lendületes, robbanékony kapus. Együtt él a játékkal Márkus Ákos. Kézilabda kapus edző készíti föl, mert a játékban ez a jobban hasonlít a kézlabdához a kapusnak a munkája, és Bakos István személyében a magyar női válogatott kapus edzője dolgozik velük, és a válogatott kapussal is ezt teszi. Közben időkérés ismét, mindkét csapat egyet-egyet kérhet. Egy fél időben, hát ez elhangzott a rövid bevezetőben. Ilyenkor, amikor ilyen kevés idő van hátra, ő mit mondana a csapatnak? Vagy mit mondhatna Hocki Attila? Ilyenkor, amit eddig jól csináltak, azt meg kell erősíteni bennük, rendezni a sorokat. Gyakorlatilag a labda megtartása legyen a elsődleges cél. Tehát nem az, hogy valami váratlant kellene még húzni? Erre van egy figura, most felállnak hozzá. Nem jött be. Csák. Somogyi. Szalai. Még ott van a labda, Rafa. Hozadásnak minősítik. És van benne valami, hiszen nem kellett volna Rafának mindenáron megfognia a labdát. De most a szabálytalanság a 6-oson belül történt. De onnan nem lehet közvetett szabadrúgást ítélni, ilyenkor kihozzák
a hatos vonalra. Madarásznak jó esélye van. Tóca Bolcs! Ezek szerint Kozma Mihály azt várta, hogy Madarász lövi el. Madarásznak tovább gurítják, igen, és ő lövi el a labdát. Lehet, hogy arra számítottak a mieink, hogy a spanyolok is erre készülnek. 9 másodperc, még lehet valami. Csak ne az legyen, hogy a spanyolok lekontráznak. Pali. Nem szabad faltolni. Nem faltoltunk. Szerencsére vége az első félidőnek. 2-1-re vezet a Castellón, de azt hiszem nincs okunk szégyenkezni. Le a kalappal a csőmontás csapat előtt, fantasztikusan küzd. Török Olivérnél pedig azt hiszem van már interjú alany. Igen, köszönöm szépen. Nahócki Attila, a csőmontás vezetőedzőjével fogok itt beszélgetni. Mi a véleménye, mi a benyomás az első félidőről? A benyomásom az, hogy teljesen egyenrangú ellenfél vagyunk a spanyol csapatnak. Itt azon múlott, hogy őket a két gólt nekünk, helyzetet nem tudjuk kihasználni, ezért vezetnek. A második félidőben a fiúk bírni fogják a tempót? Szeretném, ha még jobban fokoznák a tempót, hogy ők is azért pár egyenekkel, ne csak mi, megpróbálnak egyenlíteni és talán egy nyerni. Azt lehetett észrevenni, hogy a második kapott gól után sem adták fel, tehát nagyon keményen küzdő, nem? Hát én reméltem, hogy nem fogunk összeesni, és bízom benne továbbra is ilyen fogunk harcolni, küzdeni, és megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. Köszönöm szépen. Mi pedig visszakapcsolunk a budapesti stúdióba azzal, hogy 10 percen belül jövünk vissza. A képen az eredmény, a Playas de Castellón 2-1-re vezet az első 20 perc után a csőmontázs ellen. A magyarok már a pályán, a spanyolok viszont még sehol, úgyhogy megragadom az alkalmat, hogy Kozma Mihály szövetségi kapitánytól megkérdezzem, hogy tetszenek a válogatott játékosok, hiszen Márkus, Tóth Szabolcs, Csák, Szalai, Nagy Zsolt, Tóth Miklós, Madarász, Jávor, Baranyai, sorolhatom a neveket, mind válogatottak, és ugye a magyar válogatott Szlovéniával játszik október 23-án, azt a meccset közvetítjük, illetve világbajnoki selejtezőkre készülünk. Igen, novemberben lesz a világbajnoki selejtező, azonban a bajnokság csak szeptemberben indult el, így hát nincsenek még valami kirobbanó formában a fiúk. Ez látszott az előző román mérkőzésen, amelyet alig tudtunk megnyerni, és most itt a BRN is, ami azért egyre javul. Nagyon visszafogottan értékel. Én lelkesebb vagyok, mert azt látom, hogy a világ egyik legjobb csapata ellen. Egyelőre egy gólos hátrányban van a csőmontázs, és nem biztos, hogy ez így marad. És bízom benne, hogy megint egyenlít a cső, mondjuk. Ha fordítanánk, persze még szebb lenne. De ez egyelőre álom, nézzük a valóságot, Navi Rodriguez. Pali. Rodriguez. Oszéme. Tóth Szabolcs blokkolt remekül. Javi Rodriguez? Igen, ezeket játsszák nagyon jól. Egyelőre a lövéseik nem jönnek be, ne is jöjjenek. Legalábbis az ilyen pontrugások utáni lövéseik, így is rúgtak két gólt. Hihetetlen sebességgel megy a labda. Ugye elhangzott, hogy könnyebb. Javi Rodriguez szereli Jávort. Javi Rodriguez zicserbe berúgja. Ajaj. Rosszul kezdődött a félidő. Javi Rodriguez mindig rúg volt a csőmontásnak. Így volt ez a Bajnokok Ligája 8-as döntőjében, Lisszabonban és a Castelloni mérkőzésen is. Ez nagy hiba volt Jávortól. Nincs ezen mit szépíteni.
A Zsolt. Jó lenne minél előbb szépíteni, hogy továbbra is szoros maradjon a meccs. Euler adott rossz paszt. A gólszerző Javi Rodriguez 29 éves. Mondtam, hogy már mindent megnyert a futsalban, amit lehet. És még mindig nyerhet. Jövőre világbajnokság lesz. Itt van a Bajnokok Ligája, és mint a csapat rendkívül szimpatikus edzője elmondta, a Bajnokok Ligájából, a bajnokságból és a Spanyol Kupából legalább az egyiket szeretnék a megfiatalított csapatukkal megnyerni. Euler nagyon határozottan állította meg Nagy Zsoltot. Euler, Tóth Szabolcs futott vissza, és aztán Faliról ment ki a labda, Nagy Zsolt. Javi Rodriguez belőtte, Tóth Szabolcs. Ez most nem volt szándékos hazaadás, egyértelmű. Hosszema. Nando Grana. Euler. Javi Rodriguez. Nagyon sokat birtokolják most a spanyolok a labdát. Ez pedig sosem jó. Tóth Szabolcs. Nagy gondot jelent a magyar csapat játékában. Többször előfordult az, hogy szünet után szinte még álltak, vagy még a szünetben voltak, és hát sajnos az ellenfelek elég gyakran meglepnek bennünket ezért. Közben az iménti lövés ismétlését láttuk. Isco. Nando Grana. Javi Rodriguez kitűnő labdát a diszkónak. A befejezés nem volt sikeres. 2001 óta játszik a Castellónban Isco, ez pedig a gól. Javi Rodriguez gólja, ő jóval régebben, 97 óta a Castellón tagja. Tóth Miklós vigyázni ezekkel a cselekkel, utolsó emberként. Baranyai, ez ügyes? Javi Rodriguez azonban nagyon rutinosan beállt. Csák Zoltán rúgta ki a labdát, ő Sziget-Szent Miklóson játszik. Nahócki Attila nagypályás együttesében, mint ahogy többen is így vannak. Tóth Szabolcs, Jávor, Somogyi. Hosszema, Nando Grana innen szokott gólt lőni, most nem sikerült neki. Nem bánom. Igen, sajnos tényleg valahogy leállt a csőmontázs. Nem pörög a csapat úgy, mint az első fél időben. Fáradtság ennek az oka, vagy más? Nem tudom megmondani, ez sorozatban előfordult, tehát igazából mentális probléma is lehet. Nando Grana. Letámadjuk most a spanyol csapatot, Somogyi. Sarokkal vissza. A letámadás hozhat eredmény számunkra, de most már az eredmény miatt is szükség van rá. Fali szép csellel indult. Hosszema, Somogyi ért vissza. Nando Grana. Fali. Most nagyon kevernek. Jó. Csák lépett oda. Ez is szép volt, Tóth Miklós. Néhány biciklicsel. Somogyi pedig visszaszerzi a labdát. Somogyi! Nem tudta ellőni a kapus lába között, lehet, hogy nem is ott akarta. Ráfázárta jól a szöget.
ezt a labdát talpal húzza maga elé, akkor azonnal tud lőni, így háromszor kellett hozzáérnie, és okozta a vesztést. Nahócki Attilát láttuk egy pillanatra. Somogyi. Nem ez a jobbik lába, ez kiderült a lövésből. Nagyon keveset birtokolja a labdát a Csőmontázs a második félidő eddig eltelt szakaszában. Euler. Rossz labda. Csák. Jábor. Keresik a játékosaink a rést, de nem nagyon találják. Az első fél időben több volt a biztató próbálkozás a gólunk kívül is. Igaz, van még idő. A Csőmontázs rendkívül lelkes szurkolói, akik mindenhova elkísérik a csapatot. Ők voltak a képen. Na, vegyük úgy, hogy eddig lélegzetet vett a Csőmontázs, és most fel kellene pörögni. Kóca Bolcs. Talán ő a legaktívabb, ami a kapura lövéseket illeti. Jábor. Szalai. Fölpörög a labda. Ráfá. 23 éves. Ezzel együtt nem megilletődött egyáltalán. Itt említette meg az első szezonja a Castellónál. Úgyhogy az eddigi két meccsen nem is ő védett a Csőmontázs ellen, amikor a két csapat egymás ellen játszott, hanem a tartalékkapus, a mostani tartalékkapus, Toni. Ez szép volt, Javi Rodriguez tette oda a labdát Falinak. Javi Rodriguez. Hosszéma. Euler. Faliért oda. Veszélyes volt. Jábor, nagyon jót tenne a meccsnek, ha tudnánk lőni egy gólt. Javi Rodriguez. Most leült a játék, és ez a Castellónak kedvez. Ráadásul még így is inkább ők alakítanak ki helyzeteket. Miki azt mondta nekem, az edző, nagyon udvariasan, hogy szerinte, hogy Castellón az esélyesebb, de megérti, ha mi magyarok ezt esetleg másképp gondoljuk. Ettől függetlenül szerintem nem számított arra, hogy az első fél időben ilyen nehéz lesz a Csőmontázs ellen játszani a Castellónnak. Szalai. Euler bent tartotta a labdát, Madarász pedig szerel. Lehet indulni. Jávor. Tóth Miklós. Amikor a Csőmontázs feláll a Castellón ellen, valahogy abban nem érzem a veszélyt, nem érzem a gólszagot. Talán többet fel lehetne vállalni az egy az egyezésekből, a hirtelen megugrásokból, nem? Igen, és labda nélkül sokkal többet kell mozogni, ahhoz, hogy a labdát segíteni tudják. Miénk marad, Jábor. Tóth Miklós.
Tóth Szabolcs adta el. Javi Rodriguez. Közelítünk a második félidő feléhez. Ebben a játékfészben csak a Castellón szerzett gólt. Igaz, hogy csak egyet, de az most bőven elég. Nando Grana? Veszedelmesen indul meg Nando Grana! Igen, lehetett érezni, mint a Vércse úgy lecsapott a lehetőségre. Ez a második gólja, 4-1. Nem tudtuk felvenni vele a ritmust. Hát távolodni látszik az igazi bravúr. De ne adjuk még fel a tisztes helytállás lehetőségét, sőt, több ez, mint tisztes helytállás eddig. Olyan nagy sebességgel érkeznek a spanyol játékosok a kapunk előterébe, hogy azt már az álló játékos felvenni nem tudja. Ezért kellene kitolni egy kicsit a védekezésünket, de hát kérdés, hogy bírjuk erővel. Baranyai. Tóth Miklós. Gyönyörű csellel indult Tóth Miklós. Parádésan csinálta. Ezt érdemes lenne újra megnézni, persze most nincs rá idő. Somogyi. Tóth Miklós. Baranyai. A Zsolt, és Kó lépett a lövésbe. Baranyai Maglódó játszik nagypályán a megyei bajnokságban, Madarásszal, a gólszerzővel egyetemben. Tóth Miklós. Baranyai, ez kötény volt Hosszimának, Nagy Zsolt próbál befordulni, mint a vízilabdában a center. Javi Rodriguezzel szemben voltunk szabálytalanok. Ez az első szabálytalanság a második fél időben, ha nem tévedek, már pedig nem tévedek. Itt van Tóth Miklós flikflakja. A világ és Európa bajnok Javi Rodriguez ültette fel. Persze ez nem váratlan, Tóth Miklós. Tavaly, amikor a Bajnokok Ligája 8-as döntőjében játszott a csőmontást, de figyeljük megint Tóth Miklóst. Szóval akkor a Charleroi, amely végül a második helyen végzett, szerette volna leigazolni. Őt és Madarászt szerették volna vinni a belgák. És végre letámadunk. A Zsolt! Tráfá munkában megint. Picit pontosabban tudnánk lőni. Ez a négyes figura volt. Én abban bízom, hogy majd az egyest, a kettest és a hármast is látjuk, de úgy, hogy gólt lövünk belőle. Köszönöm. Fali, cserélnek a spanyolok, ezért nem indultak meg. Euler. Előtte marad, de csak idáig. Baranyai hagyja el a labdát. Ez luxus. Igen. José Mávol szerző. Ez a második ilyen gól, amit a csőmontás kapott a második félidőben. A harmadik gól előtt Jávor adta el a labdát, akkor Javi Rodriguez használta ki kíméletlenül a lehetőséget, most pedig Hosszema. A lassításon is látszik, milyen iszonyatos sebességgel megy a labda. Hát 5-1 most már a Castellónnak.
lassacskán a spanyolok elérik a szokásos különbséget, ha lehet ezt mondani. Mint említettem, 7-1 és 7-2 volt nekik a két csapat utolsó két meccse. Jávor. Tóth Szabolcs indul, ez szép. Tóth Szabolcs ráfázárta a szöget megint. Kitűnően véd a spanyol kapus. Jól megtermett legény, betölti a kaput. De hát ennyire nem kellene. Említettem, hogy a Castellón a spanyol bajnokságot nem nyerte meg abban a két évben, tehát idén és tavaly, amikor a Bajnokok Ligájában diadalmaskodott. Az előző szezont a negyedik helyen zárta a pályáz Castellón, előtte pedig ezüstérmes volt hazája bajnokságában. Hát gondoljunk bele, hogy ennél a csapatnál három jobb volt Spanyolországban. Most nem jönnek be az elképzeléseink. Rafa indít Javi Rodriguez. Tóth Szabolcs mellett, megvárja a többieket. Josema. Euler. Javi Rodriguez. Jábor majdnem labdát szerzett. Igaz az, hogy őt meg az olaszok szerették volna elvinni? Jávort több csapat szerette volna már elvinni. Legutóbb az Antwerpen tárgyalt vele, de hát mégiscsak itt van maradt. És csak azért, hogy érzékeltessem, ugye mondtam, hogy amatőrök a magyar játékosok. Jávor Istvánnak például ma kosárlabda órái voltak, kosárlabda órákat tartott testnevelő tanárként a Műszaki Egyetemen. Ezután jött játszani a világ egyik legjobb futszál együttese ellen. Jávor, Szalai, Tóth Szabolcs. Igen, érezte, hogy keresztbe kellene lőni, hát ha Csák bele tud lépni a lövésbe. De nem sikerült tökéletesen az elgondolása, Csák. Jávor. Javi Rodriguez. Jávor mellett indul, aztán fékez. Lefékezhetnének a spanyolok úgy általában is. Nem bánnánk, de hát elvárni tőlük dőresség lenne ez persze. Csák segített labdát szerezni Szalainak. Jávor, Tóth Szabolcs mellette. Jávor ezt szereti, ezt a figurát. Ráfa meg azt, hogyha találkozik a labdával. Most is ezt tette, és védett. Márkus megtorpa, majdnem ez lett a veszte. Fáli lőtt mellé, és csere a magyar kapuban. Revelon Zoltán áll be Márkus helyett. Én azt gondolom, nem azért, mert Márkus rossz teljesítmény nyújtott, hanem azért, hogy Revelon is lehetőséget kapjon egy ilyen kitűnő csapat ellen. Revelon a strandfoci bajnokság egyik legjobb kapusa volt. Onnan emelték őt ki. Tóth Miklós. Somogyi. Tóth Miklós. Madarász, Euler mellett. Somogyi. Madarász leblokkolta a lövést, de csak azért, hogy ráforduljon a labdára. Ma játszik a legjobban Madarász. Az első két meccsen nem ment neki igazán. De benne mindig ott rejtőzik a gól lehetősége. Az a csel nem jött be. Nagyjából borítékolni lehet, hogy előbb-utóbb betalál a mérkőzésen. Ez ma megtörtént, de nincsenek társak. Madarász szerez labdát, Madarász egyedül. Rafa védett, Somogyi nem ért még fel.
ezért nem tudta őt megjátszani Madarász. Lövőerőben is jobbak a spanyolok, én azt gondolom, mert azért az ilyen lehetőségeket ők kihasználják. Igen, kifejezetten gyakorolják ezeket a szituációkat. Javi Rodriguez. Hát ez nem kell kommentálni, hogy milyen mozdulattal tette hátra a labdát. Isco. Javi Rodriguez. Osema. Sajnos Madarász nem éri el. Prevelan viszont igen. Tóth Miklós, Baranyai. Hátra Tóth Miklósnak. Somogyi gyorsít fel, Tóth Miklós gyorsított fel. De Rafa mindent kivéd. Egy kivétellel. Talán arról nem beszéltünk még, Kozma Mihály, hogy ha én jól tudom, akkor a spanyolok gyerekkoruk óta a futszát játszák, a magyar játékosok pedig ugye a nagypályán nőttek fel, és onnan igazolnak át, hogy úgy mondjam, a futszához. Igen, jelentős része még mindig ott játszik nagypályán, és heti hatot edz, még itt a futszában talán csak egy-két edző sem a lehetőség. Valóban a spanyolok 12 éves korban már elválasztják egymástól a nagypályát a kispályától, és speciálisan terem labdarúgókat képeznek. Ez meg is látszik a teljesítményükön. Euler. Szalai most már. Osema. Diego. Nando Grana. Lendületből spiccel rúgja el a labdát. Egyébként is nagyon gyakori a futszában, hogy spiccel lőnek a játékosok. Hirtelen mozdulattal nagyon gyorsan lehet így meglőni a labdát. Jávor nem tudta egy pillanatra, hogy merre is keresse a labdát. Diego szerelt. A csapat egyik Castelloni születésű játékosa. A másik Dávid, őt nem láttuk még. Benne vagyunk már a hajrában. 5-1-re vezet a Castellón. Ez a félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Én azt gondolom, hogy a lényegen nem változtatna sokat, de mégis más lenne, hogyha úgy játszott volna a csőmontás, mint az első félidőben. Hiszen akkor is a Castellón jutna tovább. De mondjuk akkor ez a fél idő is 2-1 lenne oda, mondjuk az 4-2, szóval más lenne a helyzet. Szalai. De hát a sikert itt csak remélni lehetett. Számunk kérni a játékosokon nyilvánvalóan nem lehet. Hogy miért, azt gondolom kiderült a közvetítésből és az eddig elhangzottakból. Mezőfalvi lőtt fölé. Dicséretesen küzd a csőmontás. Minden az utolsó erőtartalékait mozgósítja most. Szép lenne góllal zárni a meccset. Bár 2 perc nagy idő futszálban, de nem hiszem, hogy fordulatot várhatnánk. 1 gól azért jót tenne a lelkünknek. Jávorral szemben szabálytalankodnak. Szabad rúgás. Szabad rúgásból 1-ből lehet gólt lenni, természetesen ugyanúgy, ahogy nagypályán, de mással próbálkozunk.
belül vagyunk az utolsó két percen, Feli. Euler rosszul tette tovább. Euler, Fali, békésen passzolgatnak most már a spanyolok, tudják, hogy megvan a meccs, és ezzel a nyolc közé jutás, Euler lövését védi Reveland bemutatkozásképpen. Elég régen van már a pályán, de most kellett csak játékba avatkoznia. Rendesen megkínálta őt Euler. Belül vagyunk az utolsó percen, csak el lehet azt lőni. Ellőtte. Ez viszont potya gól. Fali a gólszerző, így ezen a meccsen sem marad eredménytelen. Mondtam, hogy jó lenne még egy gól, de nem így gondoltam. Lehet, hogy nem melegedett még be eléggé Reveland. Mindegy. Van ilyen. 6-1 tehát. És bár én azt gondolom, hogy nem játszott olyan parádésan a Castellón, mint ahogyan a sokan várták, de ennek a fiatal gyors csapatnak van esélye arra, hogy ismét megnyerje a Bajnokok Ligáját. Kozma Mihály nyilván többet tudna mondani erről, jobban ismeri a nemzetközi erőviszonyokat, mint én. Egyelőre azonban most már nézzük az utolsó fél percet. Andó Grana. Fali. Jávor. Még van idő egy támadásra. Jávor. Nem jött be a csel. Fali. Sok minden itt már nem lesz. Fali nézi az órát. Tehát előre rúgja. És ebben a pillanatban vége a találkozónak. 6-1-re nyert a Castellón. Tulajdonképpen lehetett számítani arra, hogy a második félidőt már nem fogja bírni a csőmontás. De én azt mondom, hogy ne erre emlékezzünk, hanem arra a játékra és arra a helytállásra elsősorban, amit a csőmontás az első félidőben nyújtott. És még valami, azért az 5 gól különbség az nem olyan nagy különbség, mint nagy pályán. Török Olivér mindjárt megszólaltat valakit, azt gondolom, amint sikerül neki. Kozma Mihálynak mi a véleménye arról, amit elmondtam? Nagyon dicséretes volt a csőmontás helytállása, tényleg csak gratulálhatok a vereség ellenére is. Én azt hiszem, hogy az amatőr futballnak vannak korlátai, mert ezt láthattuk a profikkal szemben. Bár a csapat hozzáállása profi, tehát mindenképpen amatőrök a státusokat tekintve. Volt szerencsém néhány napot együtt tölteni a csőmontás játékosaival, a már többször említett Lisszaboni Bajnokok Ligája döntő során. Tavaly februárban mondhatom, hogy rendkívül szimpatikus társaságot ismertem meg a csőmontás játékosaiban, és úgy látom, hogy Jávor István ott van Török Olivér mellett. Így van. Én úgy gondolom, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet annak ellenére, hogy a második félidőben igen gyengét produkált a csőmontás, nem? Hát így is fel lehet fogni, igen, az eredmény tekintetében gyengét produkáltunk. Én úgy érzem, hogy ezen az estén a csapat kihozta magából, ami benne van. Profi játékosok, amatőrök. Mi amatőrök vagyunk, ameddig bírtuk, addig volt szoros. Délelőtt kosárlabda edzést, kosárlabda órát tartottál.
most egy BL meccset játszottál, ők profik, mármint a spanyolok, ti meg amatőrök vagytok. Szerinted csak ennyi a különbség? Igen, csak ennyi a különbség. Szerintem egyénileg nálunk is vannak olyan játékosok, és igazából csak annyi a különbség, hogy ők más ritmusú mérkőzésekhez szoktak, mint mi. Sokkal erősebb a bajnokságuk, ennyi a különbség a két csapat között. Mi, ameddig mi edzünk egy héten kettőt, maximum mi keresztültük a BR-re hármakat, ők ebből élnek, ez a foglalkozásuk, ennyi a különbség. Ez a realitás tulajdonképpen. Köszönöm szépen a Szor stúdióért. Köszönjük szépen, most pedig felidézzünk egy sok vihart kavart beszélgetés részletet az Amiről nem beszélünk című műsorból. Beszéljünk végre a fociról. Szervusztok, jó estét kívánok! Magyar-lengyel, mi lesz? A kérdés szerintem az, hogy érdemes-e azért szurkolni, hogy második legyen a magyar válogatott, vagy sem. Tekintettel arra, hogyha második lesz a magyar válogatott az eredmények kedvező alakulása esetén, akkor számolni kell azzal, hogy egy olyan pulcselejtezőbe bonyolódik bele az együttes, amelynek végjátéka esetleg nem biztos, hogy úgy alakul számunkra, ahogyan azt szeretnénk, úgyhogy a magam részéről azt mondom, hogy nem tudom, melyik a jobb eredmény, második vagy harmadik hely a csoportban. Szóval mondjuk baj, ha akad, mint annó egy finn hát, amiről nem bemegy. Biztos, hogy jól jön ki, mint azt a történelem is mutatja. Tehát jó, mondjuk... volna még egyszer nem olyan cillapot csinálni, hogy 12 harangoztak. Azt hiszem az volt a vége, igen. Amikor a szerintem a második hely a jó. De mondottad volt, hogy a második vagy a harmadik. A második egyértelműen, és bár nyernénk, most nem új fiút már, bocsáss meg Andrásit, szeretettel köszöntünk, hogy hát az szörnyű lenne, ha azért szurkolnánk, hogy nehogy sikerüljön, mert akkor majd nem sikerül. Sikerüljön, aztán is. Én jó, ez a taktika, bocsánat. Fogadjunk, hogyha azt mondtuk volna, hogy hurrá, győzzenek a fiúk második, akkor te jöttél volna ezzel. Nem azt mondtam, hogy kinek szó, vagy miként szurkoljunk, persze. Mi az optimális, mi a jobb? Ha nyerünk. Szerintem. És utána? Aztán megint nyerünk. Rendben van. Én azt mondom, hogy az a jó, hogyha nyerünk, második hely megvan, és utána valami nagyon nagy csapatot kapunk. Mert attól lefázunk egy-két góllal, az úgy belefér. Jobb, ha gyengét, és tovább jutunk. Én érzek valami iróniát a hangodban, Tamás. Nem, én halálkom olyan mondani. Olyan halk vagy mindig, de most ez érződik. Nem mondtad, hangosabban beszélek, hogy új helyszín. Igen. A szökőkút zaja miatt mondom, de komolyan mondom, hogy hát így nem lehet hozzáállni, hát ez borzalmas lenne. Azért szurkolnánk, hogy egy jót kapjunk, mert akkor kisebb a szégyen. Nem. Kapjuk a leggyengébbet, ha lehet, vagy ha jót, bárkit, és győzzünk. Igaz, sportemberi magatartás. Hát nem, hát miért az urak, nem azok? Hát meglökni sok mindent. Mi is jobban járnánk. Példányszámilag is, hogyha a csapat nem vagy tovább mindig jutna a csoportból, hanem... Mi a példányszámba törő? De hát az már csak egy mellékes dolog, hozadék, de hát kétségtelen, hogy alkalmas, hogy még nézők is mennének a pályán. És hiszel is benne, Tamás? Ez fogós kérdés, tehát hogy mi a vágyálom, vagy mit szeretnék, az nem azonos, hogy miben bízom, de hát közhelyt. Mert mondok, a Darnyi akkor nyert, amikor a Szécsi azt mondta, hogy most megnyered, és így fogsz fordulni. És akkor elhitte, hogy azért nyer, mert úgy kell fordulni azzal a részidővel. Vízisten nekem Szólba odaadta a Szécsi Tamás a Darnyi részidejét. Na jó, de előtte ilyet tudott úszni az edzésen is. Igen. Hát most meg te elvárnád, hogy siker legyen egy tétmeccsen, amire hát korábban erre mutató előjelek. Nem csak nem lehet hozzáállni, tehát úgy nem lehet kifutni a pályára, hogy ezek jobbak. Sőt, jobb, ha kikapunk, mert akkor jönnek a még jobbak. Akkor félreértettem, András. Nem, én azt mondtam, hogy nem a szurkolás részében van ambivalens, vagy nem azzal kapcsolatosan vannak ambivalens érzéseim, hanem azzal kapcsolatban, hogy adott esetben olyan válogatottat is kaphatunk a pócselejtezőn, amely úgy elver bennünket, mint jég a határt. Nem erre tudom, hogy melyik a jó. Az, hogy pár már ott tartanám. Igen, azt hiszem, hogy Darnyi Tamással például osztál. Darnyi Tamás, igen. Az egy név. Fogalom, egy kategória, igen. Mi meg elmentünk Lettországba egy olyan mérkőzést játszani, amely előtt az általános vélekedés az volt, hogy győzni fogunk, és úgy maradtunk alul, hogy gyakorlatilag esélyünk sem volt arra, hogy... Gondolom egyébként, hogy az MLS elnökének a legnagyobb a tét, mert megint beleszaladnak egy ilyenbe, mint esetleg a pótselejtező, hogy akkor volt az, hogy úgy tolták, hogy magyar futball így úgy amúgy, és akkor volt az 1-12 jugók ellen, és akkor csördített úgy a politika az asztalra, hogy borult minden. Aztán nem lett jobb persze, de ilyenkor lehet mindig látványosan vagy pró, vagy kontra. Ez a félelmetes egyébként a magyar futballban. Ha kijutunk, akkor azért fognak
valamelyest, hogy akkor jó, akkor mégis lehet szerintem egy kis pénzt jutatni a magyar focinak, hiszen mégiscsak muszáj, ha meg nem jutunk ki, akkor meg muszáj közbeavatkozni, mert azzal nem tudom mi érdekek sérülnek, hogyha most ha esetleg vagy hogy cáfoljam az előbb elhangzottakat, most egyetértek a kollégákkal, barátainkkal. Most én játszom gyárfást. Lehet, hogy netán még ellendrukkerek is vannak, akik most azt szeretnék, hogy itt leégjünk? Igen? Azok mindig vannak. Nem közöttünk ülnek az ellendrukkerek, ezt azért hagyom nyomatékosítsam, de azok mindig vannak. Főleg a magyar futballban vannak. Szerintem kívülállók között nincsenek. Az a baj, amikor házon belül van ellendrukker, aki a XYZ helyére pályázik. Nem tudom elképzelni, hogy magyar szurkoló azért szorítson, hogy kikapjunk. A visszatérve az előbbi felvetésre, amit Gergely mondott, hogy az a baj, hogy megint itt van a meccs. Tehát a sorsdöntő pillanatok, ez lakat karcsító hallottam, hogy édesapja ezt úgy hívta, hogy Petőfi meccs, ha most vagy soha. Tehát, hogy sokszor játszunk ilyen mérkőzéseket, ugye, és amit András mondott, hogy pozitív is legyek, hogy ha lettek ellen nyerünk, akkor most ölbetett kézzel várjuk a többi csoport mérkőzés eredményét, hogy na, ki miképp játszik. De ez a minden eltöntő, ez szerencsétlen. Nézem ezeket a meccseket, és nyilván így vagytok ti is, akkor ha megjön külföldre szakadt hazánk fia, most ez jelképes, aki külföldön játszik, az amikor hazajön, akkor mintha vigyázna a lábára. Szóval nem a, mint egy szükséges rossz a válogatottság, hogy anyagilag ugye nem sokat hoz, erkölcsileg muszáj itt lenni, mert ha nem vagyok ott, akkor az kint égek, de azért jó lesz, ha jövő héten megint hely tudok állni, nehogy megsérüljek. Most nem azt akarom, hogy Albert Flóri, hogy belerohanjak a csímbe, és aztán... Ezzel vitatkozom, Tamás. Nem... Te úgy látod, hogy abszolút kizárt dolognak tartom, hogy egy Dárdai Pál, egy Király Gábor, sorolhatnám a neveket, úgy jönnének haza, hogy úgy jönne haza, Lisztes Krisztián úgy jönne haza, hogy a csímből elhúzom a lábamat, és az a lényeg, hogy meg vissza tudjak utazni épségben, Prémából, Berlinbe. De hogy lehet ez? Nem tudom, hát az a meccs után már beszéltünk erről, hogy félelmetes volt, ugye mindenki mondta, hogy ilyen felajzott csapat és ennyire együtt és tényleg, aztán lett belőle, ami lett, de lett, igen. A 90 percig nem látszik, előtte tudjuk, utána tudjuk, csak az arra 90 percet tudnánk feledni. Ez nem itt az a baj, hogy arról, ha már magunkat idézzük, hogy ugye ezek a játékosok kint inkább kiegészítő játékosok, itt meg azt várjuk, hogy ha Németországban játszik a Bundesligában, akkor biztos, hogy a lándzsa vívő. Na most más segíteni a többieket, és más, amikor azt kellene, hogy én vigyem a prímet. Hát ezzel azért lehet vitatkozni, mert mondjuk Dárdai Pál is, hogyha jól emlékszem, csapatkapitány helyettes a Hertában, vagy... Hát még Szabicsot sem mellékszereplőként emlegették most a múlt héten. Lisztest is úgy favorizálják Brémában. Itt az a szomorú, hogy ugye most Gellei, mint megváltó, behívta Laci Mirjuczát, a 35 éves, tehát két évig készülünk a meccsre, majd az utolsó percben visszanyúlunk a két évvel ezelőtti állapotba, és hol vannak a fiatalok, hol nőtt fel egy csapat egy edző keze alatt, ha most a csodafegyver Laci Mirjuca a maga 35 évével, és az a másik, hogy aki meglátta vasárnap a Debrecen-Fradi meccset, ugye a védelem két nagy oszlopa játszott abban a csapatban, ugye a Lipcsei Dragoner, ami úgy kapott egy ötös, mintha pályán se lett volna. Szóval a földön, levegőben csak vízen nem verték meg őket, mert nem esett. De egyébként szóval hihetetlen volt, és ez mondjuk speciál egy kicsit riasztó mondjuk szóval egy hét. Viszont nem bántották Szentes Lázát? Arról nem értem. Igen, egyébként ez egy... Soha mindig a rosszat veszed észre. Az biztos. Hát ugyanakkor meg Tamás, te lennél az emlékez, hogy hadakoztál, amikor döntetlenre adtak egy kosármeccset, ugye, hogy nem lenne szabad, hogy adott pillanatban mindig győzni kell, az az első. Annyi, hogy most adott esetben, hogy te mondanád azt, meggyőződésem, és igazad is lenne, hogy a legjobbakkal kell kiállni. Ha 100 éves, akkor 100 éves, hogyha már kétszer nyújtak hozzá. Most egy ilyen helyzet. Győrre beláttuk ilyen meggyőzőnek? Vagy szóval, hogy... Ez nekem egy picit a kapkodás, és ugye még mindig kérdés, hogy kezd-e, vagy ő lesz a kispados, hogy a jövő nagy lehetőség, tehát reménységének is lehetőséget adjunk. Én nem értem ezt a csapatépítést. Megzavarjuk az ellenfelet belőle, nem tudta fölkészülni. Végül is egy sorsdöntő ebbé se létezni, mert Bukarestbe bejött. Ez tükrözi a sok éves, eddig megalapozott, szisztematikus munkát. Mm-hmm. Most ez irónia, látod? De most nehogy emiatt ne tegyék be, vagy betegyék. Sőt, ha betezik és 6 gólt lő, én vagyok a legboldogabb ember, lőjön 2 vagy egy sorsdöntőt. Hát vagy tőle nyerjük. Csak ezt nem értem, hogy mindig azt mondjuk, hogy az utánpótlásra koncentrálunk, majd a fiatalok, és aztán Laci Mirjuca megmenthet minket, mert kiderül a hajrában, nem a pályán, hogy
hát ha ő majd segít. Az igazi kérdés egyébként szerintem az, hogy ezt többen feszegették már. Miért van az, hogy hazajönnek, hogy a Tamás is említette, mindenféle európai országban játszó labdarúgók fölveszik a címeres mezt, és abban a pillanatban összebuknak. Na most összebuknak, hát ez relatív dolog, mert hogyha felülmúljuk a lengyeleket, vagy úgy alakulnak az eredmények, és tovább jutunk az Európa-bajnoki selejtező csoportból, akkor senki nem azt mondja majd, hogy összebuktak, hanem azt, hogy hát milyen parádés eredményt értek el. Tény az viszont, hogy ilyen kvalitású játékosok, mint Lisztes, nem sorolom tovább, itt az előbb említettünk néhányat, ilyen kvalitású játékosok a magyar válogatott mezében nem tudnak kiemelkedő produkciót nyújtani hosszú távon. És ennek senki nem tudja az okát, miért van ez. Jó korban vannak, jó csapatban vannak. Mondjon le a vezetés? Hát ez egy örök mondjon tűn, mondjon le. Az, az lesz a vége, ha nem én egy dologtól tartok, csak úgy zárójelben, és remélem, hogy... Remélem, na várj, erre menjünk vissza majd, csak... Igen, jó, csak akkor csak annyi, hogy hányan lesznek. Itt most teltház. Biztos? Szerintem igen. Pontosan ez, amit Tamás mondott, hogy, hogy mindig van egy meccs, a meccs, és akkor most elhisszük. Igen, csak egyre többet bukunk el belőle, és akkor... Igen. És nem mi szoktatjuk le a szurkolót. Szóval furcsa tőlem, ezt most magamat bírálom, hogy meccs előtt lehet, hogy nem szabad összejönni. Szóval nem lehet károgni, most magamra mondom, nem a jelenlévő többi kollégára. Tehát most mindenkinek össze kell fogni, most bízni kell bennük, most ki kell menni a meccsre, utána le kell vonni a tanúságokat, ha nem sikerül. Ha sikerül, akkor se szabad, hogy megszédítse minket az eredmény. Tehát akkor nehogy az legyen, mert ugye a Gellei azt mondta, hogy akkor mindent felejtve, egy fenét. Hát akkor is tudnunk kell, hogy hogyan jutottak el idáig, még ha tovább jutnak, akkor is, bár ez sikerülne. De hogy most azt mondani, hogy nem lesz ez így jó, az hiba. Jó, én annyira meghatódtam, hogy van egy úrias meghívásom kedves vendégeknek. Nézzétek velünk az egyes stúdióban a meccset szombaton, és rögtön utána, a lefújás után. Akkor ugyanígy lehet szeretni, vagy ne adj Isten, bántani ezeket a fiúkat. Jó, rendben? Várni minket, ahogy ugrálunk, úgyhogy szeressük. Jó. Gellei Imre kihirdette kezdő csapatát. Király, Bódog, Dragoner, Juhár, Bőr, Lipcsei, Lisztes, Dárdai, Füzi, Szabics és Fehér Miklós kezd majd holnap. U21-es válogatottunk pedig az első félidő hajrájában 0-0-ra áll a lengyelek ellen. Kitűnően szerepelnek a magyar vívók a mai napon a havannai világbajnokságon. A magyar férfi kardválogatott bejutott a döntőbe, női párbajtőr csapatunk pedig elődöntős, egyébként a férfi a kardozók ellenfele Oroszország lesz. A vízilabda Euroligában is két csapatunk győzött, a BVSC Brandon Budapesten 11-5-re nyert a Polonia Ludzs ellen és bejutott a legjobb 16 közé, míg a belgrádi csoportban Vasas Plaket Euroleasing Triglav Krány 11-0, fantasztikus siker tehát. Még frissebb sporthírekkel a híradó után az MTV jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Modern környezetben a megszokott minőséggel várjuk régi és új vásárlóinkat a megújult Fehérvári úti vásárcsarnokban. Három emeleten 74 üzletben kínáljuk áruinkat.